Köszöntöm nézőinket! Idei első stúdió vendégem Kis Attila, a Csongrádi Bacsányi János Gimnázium szakképzőiskola és kollégium igazgatója, akivel a beiskolázásról fogunk beszélgetni. Milyenek a beiskolázási mutatók manapság az iskoláknál? Tehát mennyire érdeklődnek a gimnázium iránt a csongrádi diákok? Jó napot kívánok! Azt gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot, hogy mindig nagy érdeklődés övezte a gimnáziumban indítandó képzéseinket. Az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy igény van a minőségi oktatásra, így a Csongrádi Bacsányi János Gimnáziumban is több képzésről tudunk beszélni. Én azt gondolom, hogy ebben az évben mindenképpen a reál tagozatot kell majd kiemelni mindannyiunknak. Miért éppen a reál tagozatot? Hiszen azt hiszem, hogy ennek van egy kis aktualitása most. Éppen azért, mert nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen egy úgynevezett öveges programban veszünk részt, és a projekt kapcsán egy jó 240 milliós támogatásban részesültünk, aminek a részeként egy laboratórium felújítási munkálatokba kezdhettünk. Örömmel mondom, hogy az elmúlt tanév végére befejeződtek ezek a felújítási munkálatok, és szeptemberben már birtokba vehették a bacsányos diákok ezt a laboratóriumot. Természetesen nem csak arra kell gondolni, hogy mind a 240 millió forintot erre a felújításra, programra költöttük. Ezzel kapcsolatosan nagyon sok úgymond járulékos dolog van. Például nagyon jó beiskolázási tevékenység, hogy a környező általános iskolákból a 7.-8. évfolyamos diákok ellátogathatnak valamennyien a Bacsányiba. Hány osztály járt már itt a diáklaborban? Éppen mielőtt ide indultam, számoltuk össze, a bacsányis diákok közül tulajdonképpen az első fél év végére már mindenki volt legalább egyszer, de ha átlagolunk, úgymond statisztikát nézzük, akkor egy diák legalább 4-szer volt már a laboratóriumban. Nagyon élvezik a diákok ezt a gyakorlati, úgymond tapasztalati úton szerzett tudást, és jobban is értékelik, hiszen saját kezükkel, munkájuk eredményeként jutnak el a következtetésekre, és itt nem is kell szerintem különbséget tenni például egy humán osztályos vagy egy reáltagozatos gimnáziumi tanuló között, vagy akár a 8 év folyamos képzésben résztvevők között, hiszen mindenki nagy-nagy érdeklődéssel és nyitottsággal tér be a megújult laboratóriumunkba. Említette, hogy a környező iskolák 7.-8. osztályosa is ellátogathatnak ide. Most ezzel hogy állunk? Tehát mennyire ismerik már az általános iskolások ezt a labort? Ennek a projektnek is, mint minden programnak, vannak úgynevezett indikátorai, indikátorszámai. Jelen pillanatban, így január elején, már a közel 800 fős látogatottságnál tartunk, tehát a környező 12 általános iskolából, akikkel korábban együttműködési megállapodást kötöttünk, és részben ez a program az ő úti költségüket és 10 órájukat, ebédjüket is finanszírozza, látogathatták meg a Bacsányit. Nagyon jó alkalom arra, hogy ne csak a laboratóriumunkat, hanem a gimnáziumi életbe is betekintést kaphassanak ezek a diákok, és hát örömmel veszük, amikor olyan visszajelzéseket kapunk, akár egy másik város, szomszéd város tanulóitól, hogy én mindenképpen a Bacsányba szeretnék járni és biológus akarok lenni. Mennyire kell most versenyezni például a környező városokban lévő gimnáziumok akár reálképzésével is, hiszen azért, ha jól tudom, Szentesen is elég komoly kémia-biológia képzés folyik. Azt gondolom, hogy ebben a tanévben is nagy lesz a verseny, a versengés a 8. évfolyamos diákokért, hiszen nem árulok el nagy titkot, hogy a Csongrádi és térségében a 8. diákok létszáma sajnos csökken. Viszont látjuk az eredményét akár ennek a projektnek is, hiszen az elmúlt tanévben emelkedett a reáltagozatra jelentkezőknek a száma, úgymond túljelentkezés várható az idén is, és hát azért
bármennyire is nem népszerű a matematika vagy a fizika tantárgy a diákok körében, én nagyon szerencsésnek mondom magam, hiszen olyan kollégákkal dolgozhatom együtt, akik elsősorban megszerettetik, majd megtanítják ezeket a tantárgyakat, ezt a tudást a mi diákjainknak. Ha már itt tartunk, hogy milyenek a kollégák, ugye volt itt a gimnáziumnak egy nagyon nagy hírű fizika tanára, Szucsán András. Van-e méltó utóda most itt a gimnáziumban, aki hasonlóan meg tudja szerettetni ezt a tantárgyat a diákokkal? Anélkül, hogy nevesíteném természetesen, nagyon sok kollégám van velem együtt, aki Szucsán tanárulnak a tanítványaként dolgozik jelenleg is a Bacsányi Gimnáziumban. Éppen ezért nagy felelősség valamennyiünk számára, akár a fizika oktatása is. Minden kollégám mindent, sőt, annál többet is megtesz azért, hogy az idejáró diákok gyakorlati és tapasztalati úton erősítsék meg önmagukban azt a szellemi vagy elméleti tudást, amit azokon a hétköznapi esetleg szürke órákon megtanulhatnak. És biztos vagyok benne, hogy nem csak 4 évről beszélünk, amikor fizika oktatásról beszélünk, hanem majd esetleg az ő gyermekeik is ugyanitt a Bacsányiban tanulhatják majd esetleg akár ugyanebben a laborban a fizika tudományát. Mennyire lehet azt látni, hogy komoly eredménye van? Tehát a fölvételi arányokban mennyire látszik az, hogy az itteni reál tanulmányok azok nagyon erősek és jó alapot adnak? Biztos vagyok benne, hogy nagyon erős és nagyon jó alapot adnak az itteni kollégák munkája által, és kapnak az itt tanuló diákok. Ezt többféle versennyel is lehet mérni. Mi elsősorban azonban nem csak az eredményesség tekintetében szeretjük úgymond szerepeltetni vagy versenyeztetni a gyermekeinket, hanem egyben felkészülés is már akár az érettségre vagy a felsőoktatásra, hiszen azzal, hogy egy versenyen vagy egy rendezvényen részt vesznek a gyermekeink, tanítványaink, azzal megszokják, megtanulják a rengeteg szereplést, és nem árulok el nagy titkot azért, akár 10-20 vagy akár nagyobb létszámú tömeg vagy nézőközönség elé kiállni, azért az mindenkinek izgalom. Azt látjuk, tapasztaljuk, hogy ezek a diákok, akik ilyen sokat szerepelnek versenyeken, különböző rendezvényeken, eredményesen vagy kevésbé eredményesen, de már az érettségi vizsgán magabiztosan ülnek oda, hogy tanúbizonyságot adjanak az itt megszerzett tudásukról. Készült-e valamilyen felmérés az iskolán belül arról, hogy például reál vagy humán tárgyak iránt érdeklődnek-e jobban, tehát továbbtanulás szempontjából kik vannak túlsúlyban? Nincs túlsúly. Én úgy gondolom, hogy egyensúlyban vannak ez a két osztály és az ezzel kapcsolatos érdeklődési köre a diákoknak. Természetesen minden évben vannak úgymond sláger felsőoktatási szakok, ahová esetleg többen jelentkeznek a diákjaink, ugyanúgy, ahogy más középiskolából is. De én azt látom, hogy ez az egyensúly, ez megvan, és nagyon jól kiegészíti egymást ez a két tagozat. Nem is olyan régen mi forgattunk az új diáklaborban, akkor éppen kisiskolások voltak ott és odalátogattak. Most, ha megengedik nézőink, akkor ezt egy kicsit felelevenítjük. Amit mi szeretnék a laboratóriumban nektek is megmutatni, hogy az ide érkező gyerekek önállóan kísérleteznek. Előttük vannak az eszközök, kapnak hozzá egy feladatlapot, és a feladatlap alapján szépen elvégzik az érdekesebb kísérleteket. Elmondanám, hogy most mit is találtak az asztalon, mire tart hárcákon. Biztosan éreztétek már az ecet illatát, megcsapta esetleg az orrotokat. Senkinek sem ajánlom, hogy mélyen beleszippancson, ugye majd, aki meg már beleszippantott, az tudja, hogy nem túl kellemes. Ráírtuk, amikor apuka majd segít elolvasni, hogy mosogatószer is van a kis főzőpohárban, illetve lehet, hogy még ismeretlen számotokra, ezt mérőhengernek hívjuk. Feladatban majd használni fogjuk, ki kell majd mérni az ecet mennyiségét. Ugye ez a laborprojektünknek a egyik program sorozata. Tervezzük még, hogy január februárban is folytatjuk ezt, mert úgy látjuk, hogy a szülőket is érdekli a természettudomány, és hát, ha így a gyerekek már úgy kerülnek esetleg iskolába, vagy amikor már fizika, kémia, biológia közelébe kerülnek, hogy már valamit azért tudnak ezekről a tárgyakról. Látszik, hogy van 4,5 éves, meg van 12 éves gyermek, és én úgy gondolom, hogy ha a szülővel jönnek el, akkor ugyanúgy 4,5 éves gyermek is meg tudja ezeket a egyszerű, tényleg nagyon egyszerű megfigyeléseket csinálni, mint a 12 éves. Tehát ez
kortalan azt lehet mondani, de ugyanilyen elven akár nyugdíjasok is meg tudják ezeket a kísérleteket is csinálni. Mindenki láthatja majd, és nem is árulom el az anyagnak a nevét, mert ez otthon tilos. Beindítom a mélyben zajló eseményeket, és láthatjuk, amint a vulkánunk törmelék szórással beindul. Ugye hamu, por, törmelékek kerülnek a magasba. Azért épült ez a labor, hogy a diákok használják, de hát ugye a használati módot azt el kell sajátítaniuk. Tehát itt is, amikor történt a foglalkozás, azért bent volt egy szaktanár, illetve a laboráns mindig segíti az ő munkáját, és ha elmagyarázzuk a diákoknak, hogy hogyan működnek ezek az eszközök, akkor megfelelő módon használják ezeket. És ez már elő van készítve arra, hogy mikroszkóp alatt meg tudjuk nézni, hogy egy gomba, egy penisz gomba, hogy néz ki, jó? És akkor közösen megpróbáljuk beállítani. Az első kérésem az lenne, hogy a mikroszkópot mindenki vegye magához közelebb. Két gyermekemmel jöttem, Nórikával, ő 7 éves, fiam 12 éves. Alapvetően egy meghívásnak köszönhetően jöttünk el erre az alkalomra. Fiam már második alkalommal látogat el ide, és örömmel teszünk eleget minden ilyen látogatásnak, ahol a gyerekek a TV, számítógép mellett életben is ismerkedhetnek a fizika, biológia törvényeivel. Ha megnézzük, akkor ez ennek fix a rögzítése, a másiknak az alapzata viszont hát ilyen szépen lazán képes elcsúszni. Ugye? Lehet látni, hogy az nem túl stabilan van rögzítve. És az első kérdés az lenne, hogy vajon melyik épület az, amelyik földrengés biztosan szerintetek? Szerintem ez. Az, hát ez mozog, elmozdul könnyen. De nézzük meg szerintem. Lehet, hogy igazatok van. Jó? Egy ilyen oldalirányú lökést mozdítunk el, amit ugye a földrengés érne az épületeket. És hát azt lehet látni, hogy hát elmozdult mind a két épület, de melyik az, ami teljesen lerombolt? Így, amelyiknek fix a rögzítés, az rombolt el teljesen, a másik épület az kevésbé. Kipróbáltuk egy projekten ilyen legóvár, ilyen legóházakon, hogy melyik bírja jobban a földrengést, a erős alapú, vagy inkább a rugalmasabb. És mit tapasztaltál? A rugalmasabb. Az első dolog, amit meg szeretnék nektek tanítani, hogy alapvetően ez a nagy tárgyasztal hogy működik. Van itt oldal két nagy szürke gomb. Vegyétek oda a kis kezeteket? Két nagy szürke gomb van oldal. Jó, még nem tudjuk csinálni, csak a két nagy szürke gombot megfogjátok, és óvatosan tekerjétek föl, le. Ezzel érzitek azt, és látjátok, hogy a tárgyasztal mozogni fog. Jó? A következő lépés az, hogy a tárgyasztal tegyétek le alapszintre, legkisebb szintre. Legkisebb szintre tegyük le, és most kellene azt megcsinálni, hogy a lencsék közül a bordó színűt, a négyszereset a fény útjába kellene állítani, de legtöbb esetben ott van. Éppen a fény az majd ebbe a tárgylencsébe fog belemenni. A következő lépés, tegyük be ezt a tárgylemezt, amin a penisz gomba van. Jó, tegyük csak be. Ezt úgy kell, hogy oldal találtok ilyen kis fülecsét, ezt megnyitjátok, és oda be kellene tenni a tárgylemezt. Itt a tárgylemez. Két ujjal fogjátok a tárgylemezt, mert nehogy elvágja a kis kezeteket, és az a kis fülle rá lehet csatlakozni. Mikor fogja megmutatni nekünk a miért? Most. Jó? És most folytatjuk a beszélgetést rögtön azzal, hogy ez volt a látható része ennek a diáklabornak. Mi az, amit mi nem látunk, és nagyon hasznos belőle? Van természetesen kevésbé látható része, és az rengeteg munka, amivel a kollégáim tulajdonképpen megteremtették részben ennek a lehetőségét, illetve hát be is kellett rendezni ezt a laboratóriumot. Arra vagyunk nagyon büszkék mindannyian, hogy nem csak egy laboratórium felújításról beszélünk, hanem azok a szekrények, azok az új beszerzési tárgyak, azok tele vannak, tehát meg lett töltve eszközökkel, olyan vegyszerekkel, ami manapság egy 21. századi iskolában majdnem úgy kötelezőnek kellene, hogy legyen. Ez nagyban segíti az ő munkájukat,
És büszkén mondom azt, hogy ebben például tananyagfejlesztés is szerepel, ami szintén az én kollégáim eredményeképpen. Február hónapban fogjuk tudni majd például a Szegedi Tudományegyetemmel van egy megállapodásunk, lektoráltatni ezeket a feladatlapokat, amelyeket a Bacsány is tanárok fejlesztettek ki, részben Bacsány is, részben általános iskoláskorú diákoknak. De például több rendezvényt is hirdetünk a városban, el szeretnénk jutni majd odáig, hogy akár baráti társaságokat is nagyon szívesen és sok szeretettel látunk, hiszen szeretnénk ezt megmutatni mindenkinek. Egy decemberi rendezvényünk érdekességképpen az Apa te tudod, Anya te tudod, ugyan természettudományos laboratórium szóból, szójátékkal alkották a kollégáim ezt a rendezvényt, és tényleg a kisgyermekek a szüleikkel együtt kísérletezhettek, tapasztalhatták, és bízunk benne, hogy akár későbbiekben, akár a 8 év folyamosban, akár a 4 év folyamos gimnáziumban találkozni fogunk ezekkel az érdeklődő csemetékkel. Ha már itt tartunk, akkor milyen felvételi követelmények vannak például a reáltárgyokhoz? Az biztos, hogy általánosságban úgynevezett hozott eredményekkel dolgozunk. Mint minden középiskolában a 7. évvégi és a 8. félévi tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe, és itt jönnek úgymond a különbségtétel. A reál tagozaton 3 tanulmányi területen hirdetjük meg képzéseinket. Az egyik a biológia, kémia, ami nagyon népszerű, a matematika, fizika tagozat, amely felfutóban van, és tavaly indítottuk el a földrajz informatika tagozatot, ahová az érdeklődő diákok felvételt nyertek. Értelemszerűen ezeket a tantárgyakat emelt óraszámban tanulhatják, amit még erősségünként ki szeretnék emelni, hogy mindezt csoportbontásban, tehát alacsony csoport létszámmal. Azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy egy 30 fős osztályban tanítunk matematikát, vagy egy 8-12 fős csoportban tanulhatják azt, esetleg haladhatnak jobban a tananyaggal. Ezeknek a tantárgyaknak az eredményeit duplán számítjuk bele, hiszen szeretnénk kiemelni az ezen tantárgyakból jó eredményt, vagy legjobb eredményt elért tanulókat, és ez alapján szeretnénk mi rangsorolni. Ez a reál osztály képzését érinti, a humán osztályban pedig azon humán tantárgyakat emeljük ki, mint a magyar történelem, de ezek közül is kiemelem az idegen nyelvi oktatást, hiszen akár idegen nyelvi képzésnek is nevezhetjük. Manapság nagyon fontos, hogy idegen nyelven, majdnem azt mondom, nem is már egy, hanem inkább 2 idegen nyelven beszéljen egy érettségizett, esetleg felsőoktatásban készülő diák. Erre nagy mértékben ráerősítünk, részben az korábban említett csoportbontással, alacsony létszámú csoportokkal, illetve a magas óraszámmal, amit 11. évfolyamtól majdnem megduplázhatnak az érdeklődésüknek megfelelően a diákok. Mekkora létszámot tud most felvenni a gimnázium, és milyen a túljelentkezés, milyenek a tapasztalatok? Korábbi években, amíg fejkvóta alapján normatív támogatásban részesültek az iskolák, mindig a maximális létszámra törekedtünk. Ez most megfordult az elmúlt időszakban, hiszen úgynevezett feladatfinanszírozás van, tehát nem érdeke úgymond a középiskolának, hogy minél nagyobb létszámban vegyen fel diákokat, így mi most a minimumra törekszünk, éppen azért, hogy egy olyan kezelhető osztálylétszámokkal indíthassuk el ezeket a képzéseket, ahol tényleg egy kisvárosi gimnáziumhoz megfelelő mértékben és ismertségben kezeljük ezeket a diákokat, és ne csak úgymond számokként. Szeretnénk őket minél jobban megismerni, erre bőven elég a 4 év, esetleg 8 év, és a decemberi szalagavató próbák és műsor kapcsán is azt láttuk, tapasztaltuk kollégáinkkal, hogy nagyon jó csapatok alakulnak ki itt az osztályközösségeken belül. Felvételi szempontjából külön kategóriát képez a 8 osztályos gimnázium. Amikor még az én gyerekem felvételizett, akkor nagyon komoly felvételit kellett tenni egy 4. kisdiáknak. Most mennyire kell felvételizni egy 4. Azóta nagyon sokat változott a törvényi háttér, tulajdonképpen a közoktatási törvényt, a köznevelési törvény is felváltotta, illetve az ide vonatkozó törvényi rendelkezések is igen erősen megváltoztak. Éppen ezért egy picit idomulva és aktualizálva ezt a felvételi eljárást a mi intézményünk itt is úgynevezett hozott eredménnyel dolgozik. Azokat a tantárgyakat vesszük figyelembe, amelyet minden 4. évfolyamos, 3. és 4. osztályos tanuló tanult az elmúlt időszakban. Ezeknek a 3. évvégi, illetve 4. félévi eredményét vesszük figyelembe.
Tehát akkor most már nem kell izgulni, vizsga nincsen. Igen, még korábban ugye szóbeli elbeszélgetés volt, tehát ez sem vizsgának minősült. Egy szóbeli elbeszélgetésen azt gondolom, hogy egy negyedikes kisdiák azért nagyon-nagyon izgatottan érkeztek, ez volt a korábbi tapasztalat, és próbáljuk egy picit ezt a stresszt háttérbe szorítani, hiszen lesz még ideje, azt gondolom, felnőttként is elég stresszre. Mik a tapasztalatok, mekkora a túljelentkezés most ide a gimnáziumba? Tehát bekerül-e mindenki, aki szeretne? Sajnos vagy szerencsére nem fog tudni mindenki bekerülni, hiszen az elmúlt évek számait áttekintve a másfél és kétszeres jelentkezésről beszélhetünk ebben az osztálytípusban is, de mindenképpen érdemes megpróbálni, hiszen aki a felvételi eljárásban részt vett, csak azokat fogjuk tudni szeptember 1-én köszönteni intézményünkben. A 8. osztályosok közül milyen most a jelentkezési arány a gimnáziumban? Erre szerintem majd februárban fogok tudni válaszolni, hiszen február közepén lesz az a felvételi jelentkezési lapoknak a beadási határideje, ami alapján összesítjük, és márciusban egy úgynevezett ideiglenes felvételi listát fogunk tudni nyilvánosságra hozni. Itt még mindig az ideiglenes szót kell kiemelnem, hiszen mi középiskolák nem fogjuk tudni, hogy ki az, aki elsőre, másodikra vagy harmadikra jelölte be akár a mi intézményünket, vagy bármely más középiskolát Magyarországon. Itt április végére derül ki tulajdonképpen a végleges lista, ezt követően fogjuk tudni kiértesíteni az ide jelentkező diákokat, hogy gratulálunk, vagy esetleg más képzést fogunk tudni neki ajánlani a Batsányiban. Ha már itt tartunk, milyen más képzést lehet még ajánlani a gyerekeknek? Jelenlegi úgymond más vagy harmadik képzésünk a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályoknál, ez az idegenforgalmi gimnáziumi osztály. Nagyon sokat hallani a médiában a profiltisztításról, és miért ezt egy picit előrébb, és mindig egy lépéssel próbálunk előrébb lenni, elkezdtük, és ezt a szakközépiskolai osztályt átalakítottuk gimnáziumi képzésre. Már jelenleg is gimnáziumi képzésben folyik 9. évfolyamon az oktatás, és azokat a szakmai tantárgyakat mentettük át úgymond ebbe a képzésbe, amelyek részben népszerűek a diákok körében, ugyanakkor segítik is akár a felsőoktatásban, vagy akár egy OK és szakma megszerzésekor nagyon jó alapot biztosítanak számukra. Erre a képzésre milyen az érdeklődés, tehát mennyire jelentkeznek a fiatalok? Hasonló magas az érdeklődés, mint az előző képzéseknél. Itt elsősorban vidékről van érdeklődő diák. Nagyon jól kiegészíti egyébként a sági tagintézménynek az OKS képzései ezt a képzésünket is. A gimnáziumnak milyen tervei vannak esetleg új képzések beindítása iránt, hiszen gondolom, hogy ezért nem árt minél több lábon állni. Így van. Itt ezeket az eseményeket végigkövetve, amely az oktatás világában változás bekövetkeztek, törekszünk rá, hogy mi is több lábon álljunk, éppen ezért gondolkodunk azon, hogy akár az esti vagy a levelező képzésünket is, akár a felnőtt oktatásban kamatoztathassuk ezt a tudásunkat, és bízom benne, hogy amint ez a képzés esetleg meghirdethetjük, akkor ezt is teljes létszámban és odaadással tudják a kollégák tanítani. Azok, akik érdeklődnek a gimnáziumi képzések iránt, azok mikor, hogyan tudják megnézni, megismerni esetleg egy kicsit az iskolát belülről, és illetve megnézni például egy tanórát? A felső tagozatosoknak már adtunk korábban lehetőséget, bár azt kell mondanom, hogy bármely órán és bármely nap szívesen várjuk az érdeklődő diákokat és szüleiket. Ez az őszi időszakban, novemberben szoktunk lehetőséget biztosítani, és immár hagyományosan az alsó tagozatosoknak, negyedikeseknek pedig január 8-án 16:30 biztosítunk lehetőséget arra, hogy betekintést kaphassanak a Batsányi életébe, és ilyenkor azt emelem ki, hogy tényleg találkozhatnak olyan 5-es, 6-os korábbi iskolatársakkal, akik személyesen fogják megmutatni, hogy miért jó a Batsányiba kerülni, és oda járni, ott tanulni. Betekintést kaphatnak szintén a korábban említett laboráns sok munkájába, illetve LEGO robotikát, és sorolhatnám még, hogy mennyi lehetőségük lesz majd kipróbálni ezeket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva Ferenci Katalinnal, a Csongrádi Színtársulat vezetőjével fogok beszélgetni. Viszontlátásra!